Zúgnak a munkagépek a Vaosztek csarnok bejáratánál és az épületen belül is. A városi és megyei bajnokságnak otthont adó létesítmény állapota folyamatosan romlott az elmúlt években. Az önkormányzat és a Vasi Tekesportért Alapítvány összefogásának köszönhetően azonban szakaszos felújításba kezdtek a lelkes önkéntesek. A munka a pontvadászat befejeztével kezdődhetett el. Gyakorlatilag, hogy vége lett a szezonnak, egy emlékversenyt tartottunk még búcsúzóul, és hát ahogy lehet látni, majdnem sokára pályát elkezdtük szétszedni, majdhogy a elemeire, és a minősítés miatt, nemzetközi minősítés miatt nagyon sok mindent át kell alakítani, meg kell csinálni, meg nagyon sok olyan szépészeti beavatkozás lesz, ami már ráfért a pályára. Az elmúlt másfél évben új nyilászárókat építettek be, és megerősítették a tetőt. A mostani munka is a 2022 óta tartó megújulási folyamat része, hogy a pálya megkapja a szakszövetség legmagasabb szintű minősítését, új bábuk és golyók beszerzése mellett megújul a parketta és a számítógépes rendszer is. A Vasi Tekesportért Alapítvány volt az, aki ott megkeresett bennünket, és azt mondták, hogy ők úgy látják, hogy ők nagyon jó gazdái lennének annak a háznak, és hogy tudnának külső szponzorokkal, meg a saját munkájukkal annyi értéket beletenni, ami annak a fennmaradását lehetővé teszi, ugyan hosszú távon értelemszerűen. Egy éves megállapodást kötöttünk az elején, és azt látjuk, hogy pudding próbálja az evés, és azt látjuk, hogy ez a megállapodás ez működik. A munkálatok néhány héten belül befejeződnek, majd a minősítési ellenőrzést követően ismét birtokba vehetik a pályát a tekézők. Az ütemtervnek megfelelően már a megújult pályán rendezik meg a nyárvégi Szavária kupát, amely a karnevál kísérő rendezvényeként került a versenynaptárba.